Itt a Sport Rádió, Budapest 2022. január 17-én a győztesek hangja. Eleti Ágnest hallották. A rádió az alapvetően még mindig nagyon tud működni autóban, a rádió tud működni munkahelyeken, a rádió tud működni otthon, akár kutyasétáltatás közben, tudok másra figyelni, de közben kapok egy tartalmat, hallgathatok egy tartalmat, lehet, hogy nem hallgatnak meg egy 40 perces beszélgetést egy volt olimpiai bajnokkal, de ha abból kiveszünk 2 percet, ami tényleg beletalál, húsba vágó, nagyon fontos igazságokat fogalmaz meg, és az ő platformjaikon oda tesszük eléjük, akkor ők is szerintem épülhetnek ebből. Ez lesz a kihívás, ez a szépsége is egyébként ebben ennek az egésznek, hogy alapvetően nem csak rádióként tekintünk rá, hanem olyan platformként, amelyet online csatornákon is tudunk majd kommunikálni. Nagyon fontos momentum lesz a mindennapi adásfolyamban, az a 22 óra utáni sport összefoglaló. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet, hogyha valaki beépíteni a napirendjébe, ha még nem áll most 10 óra környékén, és akarja tudni, hogy aznap mi történt a sport világában, akkor egy nagyon aktuális, negyedórás sport összefoglalót hallgathat meg minden hétköznap. Azt gondolom, ez fontos eleme a rádiónak.